Jó reggelt! Áldott Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Isten népe ébresztő, nagy-nagy szeretettel köszöntelek titeket innen, vasárnap reggel a forrásházból. Hamarosan találkozunk 10 órakor Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt, e, Isten tiszteleten. Követhettek minket a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon is, és van angol vagy román nyelvű tolmácsolásunk is. Ha pedig az időpontban nem értek rá, akkor utólag meg tudjátok nézni. Akár személyesen, akár online, de várunk titeket. Nagy-nagy szeretettel. Mai nap folytatni fogjuk a rapszódiának a tanulmányozását, és az üzenet címe az, hogy maradj lelkes. De előtte elkezdjük egy imával. Drága mennyi, atyám, mi szeretünk téged. És köszönjük azt, hogy te a, a te örömödet, a te dynamiszodat, a te tüzedet adtad az életünkbe, a te jelenlétedet és a te vezetésedet. Köszönöm, atyám, hogy te önmagadat adtad. Nem csak a kereszten ment fel a te fiad, hanem önmagadat adtad nekünk, hogy bennünk éljél. Nem csak egy részt, nem csak az erődet adtad, nem csak, nem csak ö, ö, írott ö, dolgokat, hanem önmagadat. És köszönöm, hogy te általad vagyunk teljesek a Jézus nevében. Ámen. A mai üzenet címe tehát Maradj Lelkes. A Filippi 4.8 azt mondja, Továbbá atyám fiai, amíg csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Ezekről gondolkodjatok. Az egyik módja annak, hogy minden nap boldogan éljünk, az, ha mindig pozitívan viszonyulunk az igéhez és jó gondolatokat gondolunk másokról. Soha ne enged, hogy bárki negatívumot hozzon az életedbe, vagy hogy beszennyezze a szíved tisztaságát, és azt az örömöt, hogy másokat Isten szemével látsz. Őrizd meg a jó gondolatokat mindenki felé. Isten szeretete mindig csak a legjobbat hiszi el másokról. Vannak, akik kellemetlen helyzetekbe kerülnek, mert elhisznek minden rossz és negatív dolgot, amit másoktól hallottak, és végül elveszítik a jó kapcsolatokat. Példán a kokáért. Valószínűleg sokat tudsz bizonyos emberekről a gyülekezetben, tedben, a családodban, vagy az ismeretségi körödben. Te azonban soha ne foglalkozz a negatívumokkal. A Biblia világosan megmutatja, mire kell fordítanunk az elménket. Hogyan kell gondolkodnunk, és mire gondoljunk. Erről olvasunk az alapigényben. Ne foglalkozz az emberekkel, emberekkel szembeni vádakkal. Amikor olyan dolgokra állítod a gondolkodásodat, amelyek kevesebbek, mint az alapigényben felsoroltak, a gondolataid tükörképe leszel. Képzeld el, milyen lenne, ha az életed igaz, őszinte, igazságos, tiszta, kedves és jó hírű dolgokat tükrözne. Milyen szép is lenne az életed. A jellemed a gondolataid tükre. Minél jobbak a gondolataid, az életed is annál békésebb és kiválóbb lesz. Halleluja. Ami nagyon-nagyon fontos. Drága testvéreim, ámen és ámen. Mit is tegyünk ehhez hozzá? A példabeszédek azt mondja, hogy amilyen, ahogy az ember gondolkodik, az ő maga. Szeretnék egy fontos dolgot leszögezni. A gondolkodás során, amit átél az elme, az olyan, mintha meg is tennénk. Sok esetben. Én észrevettem magamat, amikor olvastam akár politikai, vagy akár más jellegű híreket, hogy, hogy Európában milyen dolgokat csinálnak a kereszténység ellen, milyen arcátlanságokat hoznak, vagy, vagy hallottam egy negatív hírt, hogyan kritizálták egymást a, 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 a politikusok, a vezetők, és akkor, és akkor éreztem, hogy felgerjedt bennem ilyenkor a méreg, vagy kicsit a, volt olyan reménytelenség, volt, az aggódás, hogy akkor mi lesz velünk. Ezek nem jó dolgok. Ugyanígy a másik emberről se szabad meghallgatni. Üm. Tudjátok, a amikor az ember szerelembe esik, akkor azt mondják, hogy ilyen rózsaszín ködöt érez. De miért? Mert csak a jó tulajdonságait látja a másiknak. És fontos, hogy te ne legyél az, Üm. Aki lehúzza ezt a rózsaszínködőt. Mondok egy példát. Volt egy film, ne arra meg, hogy ezt a példát ígérezen, de annyira idevaló. Volt egy amerikai film, amiben egy fiatalember ember mindig csak a lányoknak a külsejét nézte. És történt vele valami, és most megváltozott a látása. A szemével a azokat a lányokat látta szépnek, akiknek a belsejük volt szép. És azokat a lányokat látta csúnyának, akiknek a belseje, a szíve és a jelleme volt csúnya. És beleszeretett egy lányzóba, aki számára gyönyörű volt. Csak történtek ilyen bakik, hogy leült egy székre, és összetört alatta a szék. Mert az a lányzó egy nagyon elhízott lányzó, több szempontból hát előnytelenül kinéző, Betegs, bizonyos betegségekkel is küzdő hölgy volt, de ez a fiatal ember, akinek a látásával történt valami, ő gyönyörűnek látta. És a barátai nem értették, hát hogy, hogy gondolod ezt az egyik legcsúnyább hölgyet szépnek? Nem értették, hogy lehet szebb, te szerelmes? És Tudjátok, aztán valahogy sikerült megértetni ezzel a fiatalemberrel, vagy valahogy meg is, vissza is változott a szemem, nem tudom, megértetni vele, és felfogta, hogy igazából az, ő, az a hölgy, aki számára nagyon vonzó és nagyon szép, az egy nagyon-nagyon az kórosan túlsúlyos hölgy, egyéb hát, kinézetbeli problémákkal is. És amikor ezt ő megtudta, akkor mérges lett. Mondta, és gondolkozott, és rájött, hogy nem is a lányra mérges, hanem a barátaira, hogy most ezt miért kellett elmondani. Mondta nekik, figyeljetek, hogyha én leéltem volna az egész életemet így, hogy ti őt csúnyának látjátok, de én szépnek, nekem az jó lett volna. Nekem abból bármi bántásom származott volna. És gondolkoztak, igazad van, nem származott volna. Nem szabadott volna, hogy az általad alkotott képet elvegyük tőled, ahogy te láttad őt, azt elvegyük, és úgy lásd őt, ahogy mi látjuk őt. Ezt nem szabadott volna megtenni. Itt nem hazugságról van szó, nem volt képmutató ez a hölgy. Én értitek, kell, hogy szeressük a pásztorunkat. A munkahelyünket is, az országunkat is. Nincs az a baj, ha van egy kis rózsaszín a pásztor felé, a, 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 gyülekezetünk felé, az országunk felé is. Mert muszáj, mert abba tudsz bízni, akinek a jó oldalát látod. Ezért fontos, hogy a gondolataidban jó dolgok legyenek. És ahogy a gondolataidban jó dolgok vannak, valóban boldog lesz. Úgy érzed, hogy körbe vagy véve jó emberekkel, körbe vagy véve anyagi áldással, biztonsággal, szeretettel, békességgel, és mindened megvan, amit van. De ha elkezdesz mindig más irányba gondolkozni, és jönnek a negatív gondatok, hogy még mi hiányzik az életedből, holnapra mi hiányozhat a gazdasági nehézségek miatt, és egyébként az az ember is plegykál, plegykálkodik, az meg nem tudom, mit csinál, és az én drága házastársam vagy munkatársam is, egyébként hát neki ez meg az meg amaz a rossz tulajdonsága van, akkor azt fogod észrevenni, hogy elégedetlen vagy az életeddel, amit van, azt nem tartod elégnek, többet akarsz. De amit van, azt is úgy érzed, hogy lehet, hogy el fogod veszíteni. És ezeket magamon észrevettem. És ebből meg kell térni, mert ahogy amilyen a gondolatok körbevesznek téged, olyan lesz az élet minőséget. Ahogy az ember gondolkodik, olyan ő maga. Ahogy az ember gondolkodik, olyan ő maga. Ahogy az ember gondolkodik, olyan ő maga. Ezt mondja a példabeszédeknek a könyve. Mondjuk el együtt az imát. Mondjátok kérlek, drága atyám, miközben a te igédről elmélkedek, elmémet elárasztják a dicsőség, a kiválóság, a siker, a győzelem és a bővölködés gondolatai. Boldogát teszem az utamat, és abszolút győzelemben járok. Jézus nevében. Ámen. Ámen, ámen és ámen. Drága testvéreim, ne felejtsétek el, ma 10 órától Miskolcon, a Nagyváti János utca 6 szám alatt találkozunk a Forrásházban Isten tiszteleten. Akár személyesen jöztök el, akár a Facebook vagy a Youtube oldalunkon követtek, várunk titeket nagy-nagy szeretettel. Legyen egy fantasztikus napotok, fantasztikus ami még hátra van a hétvégéből, és kívánok egy fantasztikus jövőhetet is. Holnap ugyanekkor ugyanitt találkozunk. Az Úr áldjon Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő!